Kedves közönségünk, a konferencia elején azt mondtam, hogy nagyon sok szempontból és a sport nagyon sok aspektusából megvizsgálhatjuk most az olimpiát, a sportot, azt a témát, amivel talán mi magunk is sok különböző oldalról foglalkozunk, és nagyon jól illeszkednek egymáshoz az egymás után következő előadások. Az elmúlt 2x20 percben ugye azt hallgathattuk meg, hogy milyen eredményt értek el a magyar sportolók a Riói olimpián, illetve paralimpián. Szeretjük magunkat az elmúlt időszakokhoz, a korábbi olimpiákhoz képest értékelni, illetve szeretjük magunkat a kitűzött célokhoz képest is értékelni. De valójában mi magyarok különösen is egyébként, de szerintem mindenki így van ezzel, szereti magát a többi nemzethez mérni, hogy vajon hol helyezkedünk el nemzetközi összehasonlításban, mennyire versenyképes a magyar sport ezek alapján, az eredmények alapján, amiket az elmúlt előadásokban hallhattunk. A magyar sport versenyképessége a Riói olimpia tükrében, ez a következő előadás címe. Felkérem Gulyás Erikát, a testnevelési egyetem képviseletében, hogy tartsa meg előadást. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon megtisztelő számomra, hogy a mai napon én mutathatom be azoknak a kutatásoknak az eredményeit, amit az elmúlt években a kutatóközpontunk keretében a kollégáimmal végeztünk, a versenyképesség és a magyar sport eredményessége szempontjából. Az előadásom során kitérek arra egyáltalán, hogy mit jelent a versenyképesség. Szeretnék beszélni arról, hogy milyen területen végeznek ezzel kapcsolatosan kutatásokat, és ezek mentén hazánk hol helyezkedik el. Valamint be szeretném mutatni a főbb eredményeket, tanúságokat, melyek úgy gondolom fontos leckék lehetnek, és fontos irányok a magyar sportfejlesztése szempontjából, valamint a mi kutatásunk eredményeivel szeretném zárni majd az előadást. Először is fontos, hogy kicsit megragadjuk és megnézzük, hogy mit is jelent maga a versenyképesség, hiszen egy nagyon gyakran használt fogalom, amit nagyon sok tudományág és nagyon sok terület szeret használni. Én Szilágyinak a definícióját hoztam el, ami azt gondolom, hogy nagyon szépen illeszkedik a sport és versenyképesség kontextusába, amely azt mondja, hogy a versenyképességet elsősorban azzal ragadható meg, hogyha megnézzük, hogy a győzteseknek melyek azok a képességei és adottságai, amelyek őket a legversenyképesebbé teszik. Annyit még kiemelnék, hogy a sport és a gazdasági versenyképesség között egy nagyon fontos különbség van, hogy még a gazdaságban előrébb tudok jutni, mondjuk gazdasági fejlettség szempontjából, ha csak egyszerűen javul a gazdaság helyzete, addig sportban csak úgy kerülhetek előre, hogyha egy másik nemzetet adott esetben legyőzök, azaz egy úgynevezett zéró összegű játék a sport. Milyen szinteken lehet vizsgálni ezt a versenyképességet, és itt milyen kutatásokat található? Az egyik legátfogóbb szint az úgynevezett makroszint, ahol a különböző gazdasági tényezők mentén lehet megnézni, hogy egyes nemzetnek a sport teljesítményét mennyire befolyásolják. Ezt ma már egyre többet hallani, és halljuk azt, hogy a maga a GDP, az egy ország gazdasági teljesítménye nagyon erős összefüggést mutat annak sportbeli teljesítményével. A különböző ilyen gazdasági jellegű mutatók, mint GDP és populáció, ezek szignifikáns kapcsolatot mutatnak, és kb. 41,6%-ban magyarázzák is egy-egy országnak a sport és leginkább az olimpiai eredményességét. Emellett találhatunk úgynevezett mezoszintű kutatásokat, amelyek már leginkább arra keresik a választ, hogy a gazdasági tényezőkön túl milyen egyéb faktorok befolyásolhatják egy országnak a versenyképességét. Azért nagyon fontos ez a szint, mert ezek azok a szintek, ez az a szint, amelyre a sportirányítás hatással tud lenni, hiszen a sportirányításnak nem sok szerepe lehet egy GDP nevelésében, ám bár annál több szerepe lehet egy hatékony és jól felépített sportirányítási rendszerben. És a kutatások során az is kiderült, hogy a gazdasági faktorok szerepe egyre csökken, és egyre nagyobb szerepe jut, vagy szerepehez jutnak ezek a különböző sportirányítási rendszerekben lévő hatékonysági tényezők. Ezek mentén, vagy ez a következő szint, ahol ilyen versenyképességi kutatásokat lehet végezni, ez a mikroszint. A leginkább a sportolók különböző adottságainak a hatásait nézzük meg az ő sikerességükben, valamint itt, ha gazdasági oldalról szeretnénk megnézni a mikroszinten található kutatásokat, akkor itt a különböző gazdasági és nem financiális ösztönzőknek a hatásait lehet vizsgálni az ő teljesítményükre. Ez szintén egy nagyon fontos terület, és ezeknek is nagyon komoly hatása van a sportolók teljesítményében.
Én azt gondolom, hogy versenyképességről beszélni úgy, hogy nem nézzük meg és nem helyezzük Magyarországot magába a nemzetközi kontextusba, és nem nézzük meg, hogy a versenytársaink mit csinálnak, úgy az egy nagy hiba lenne, ezért pár szóban mindenképp szeretnék szólni arról, hogy hogyan is néz ki hazánk eredményessége a gazdasági változók és a többi ország teljesítményéhez képest. Ugye Magyarország, amint látjuk, nagyjából az összes megnyerhető éremnek a 2%-át tudja a magáinak, és ezzel, hogyha így megpróbáljuk picit értelmezni ezt a diagramot, akkor azt látjuk, hogy messze túl teljesít a gazdasági adataihoz képest a sport eredményességében, és számos olyan nemzetet utasít maga mögé, amelynek gazdasági jellemzői sokkal erősebbek, és egy sokkal gazdagabb, ilyen szempontból gazdagabb országnak tekinthető, így például Svédország, Dánia vagy Spanyolország is Magyarország mögött található a GDP és az eredményesség tekintetében. Hogyha még közelebb megyünk, és kiválasztunk olyan országokat, amelynek valamilyen szempontú adottságai egyeznek hazánkival, így például vagy a populációs, vagy a gazdasági, vagy épp a politikai múltja, úgy láthatjuk, hogy ebből a szempontból is igazán büszkék lehetünk, hiszen hazánk olimpiai eredményessége messze meghaladja ezen országok eredményességét. Azonban érdemes megfigyelni azt is, hogy nagyon sok ország, így például Dánia, nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy fejlessze sportját, és egy elég komoly emelkedő pályára lépett. Ugyanígy például kiemelném akár Csehországot, akinek ugyan teljesítménye az elmúlt évben romlott, de összességében a trend az egy emelkedő trendet mutat. Valamint fontos azt is megnéznünk, hogyha a versenytársainkat megnéztük, hogy mi az a verseny, amiben részt veszünk, így milyen természete van maga az olimpiának. A következő ábra azt mutatja nekünk, hogyha egy ország belépett ebbe a versenybe, akkor milyen eséllyel marad abban a kategóriában, ahol ő szerepel. Azaz például, ha egy ország 25 érmet szerez összességében, akkor láthatjuk, magyarul a éremtáblázat elején helyezkedik el, akkor látható, hogy mondjuk az elmúlt években 90%-os eséllyel maradt is abban a kategóriában. Azonban ebből a táblázatból az is szépen kiderül, hogy pont a középmezőny az, ami nagyon erősen változik, és ugye ugyanolyan eséllyel lehet kikerülni az adott kategóriából, mint amilyen eséllyel előrébb is léphetünk. Tehát a verseny különösen ebben a középkategóriában nagyon erősödik. És még egy fontos, amit itt kiemelnék, hogy azoknak az országoknak, akik soha nem sikerült érmet szerezniük, látható, hogy nagyon nehéz is belépni ebbe a versenybe, hiszen 89%-a azoknak az országoknak, akik korábban nem szereztek érmet, azok továbbra sem tudtak érmet szerezni, például az elmúlt olimpiai ciklusokban. És amit említettem, fontosnak tartom, hogy kiemeljek pár nemzetközi kutatást, amelyek nagyon komoly és magas szinten vizsgálták az egyes országoknak azokat a tényezőit, amelyek hatással lehetnek sportsikereikre. Ebből egyet emelnék ki, az úgynevezett SPLIS kutatás, amely arra kereste a választ, hogy melyek azok a faktorok, amelyek mezoszinten befolyásolják egy-egy sport, egy-egy országnak a sikerességét. Ebben 15 ország vett részt, hazánk sajnos nem volt tagja ennek a kutatásnak, de azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos tanúságokkal szolgál. Szintén itt azt láthatjuk, hogy a különböző országok hogyan teljesítettek a megszerzett érmek százalékos arányában, valamint az élsportra fordított források tekintetében. És itt nagyon fontos megint csak kiemelni, hogy egyre több ország, hogy Fábián úr is elmondta, igenis belép ebbe a versenybe, és már egyre több országnak fontos az élsportban elért sikerei. Éppen ezért ugye számos ország esetében csak az, hogy azon a helyét megőrizze, az már plusz forrás allokációt igényel. Az ábrából kiderül, hogy Franciaország, Japán és Ausztrália azok az országok, amelyek a leghatékonyabban tudták elkölteni a forrásaikat, és a források mentén a legmagasabb eredményességet tudták elérni. A kis országok szempontjából pedig Hollandiának sikerült a legeredményesebb helyezést elérnie ebből a vizsgálati szempontból. Még Japánt emelném ki, aki 2008-ban döntött úgy, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az élsportjának a fejlesztéséért, és amit látható, ez viszonylag sikeresen történt. Mi volt a fő tanúság ennek a elég jelentős és átfogó kutatásnak?
négy főbb eredményét emelném ki. Az egyik az, hogy azt mondta, hogy a benchmarking helyett fontos a bench learn, ami azt jelenti, hogy próbáljunk meg tanulni azoktól az országoktól, amelyek sikeres sportirányítási rendszereket alakítottak ki, de ezeket a tényezőket nem szabad egy-egyben átvenni, hanem az a fontos, hogy úgy adoptáljuk ezeket, hogy a saját környezetünkre szabva építsük be. Emellett nagy kérdése volt a kutatásnak, hogy a plusz erőforrás investíció plusz eredményt hozzá. Ugye ez nálunk is látszik majd Magyarország szempontjából, hogy nagyon komoly erőforrás investíció történt meg a sportban. Itt számunkra is nagyon fontos kérdés, hogy várhatunk-e ebből plusz eredményességet. A kutatásnak egy nagyon fontos eredménye volt, hogy ez nem feltétlenül jelent egy-egybeni kapcsolatot, mert ez az úgynevezett ROI mutató, ez a befektetésnek a megtérülése, ez egyre csökken, és plusz befektetésre van szükség csak ahhoz, hogy egyáltalán a sportágok és az ország az eredményességét szinten tudja tartani. Azaz a hatékonyság minden szempontból a jövőben egy kulcstényező lesz, hogy az ország, egy adott ország az eredményességét tartani tudja az élsportban. És látható önöknek jobb oldalon az ábrán, hogy melyek azok az országok, amelyek a forrásnövekedés mellett eredményességet is tudtak növelni, és melyek az országok, amelyek hiába növelték forrásokat, annak ellenére az eredményességük nem növekedett. Ugye ez egyfajta hatékonyságbeli különbséget mutat az országok között. Láthatjuk, hogy például Finnország, Ausztrália, Kanada akár, nekik az eredményességüket nem sikerült növelni, míg Brazília, Japán és a hollandok voltak azok az országok, amelyek a plusz erőforrások mentén sikerült az eredményességüket is növelni. Érdekes eredmény volt, és azt hiszem, hogy sokan fel fognak hőkölni, hogy a kutatás azt mutatta ki, hogy a különböző sportági részvétel nagyságok és a tehetségkiválasztási rendszerek között nincs szignifikáns kapcsolat az eredményesség szempontjából. Itt fontos megjegyeznem, hogy ez nagyon sok esetben azért történt meg, mert nagy országokról beszélünk, ahol a maga az élsport és ezek a fajta utánpótlás rendszerek nagyon elkülönülnek, és pont ezért a kis országoknál már azt láttuk, hogy szoros kapcsolat mutatható ki, tehát valójában fontos pillérek az eredményesség szempontjából. És az utolsó megállapítás, hogy egyéb tényezők is fontos szerepet játszanak, de nincs egy egységes út, hanem minden országnak magának kell a különböző tényezők mentén kialakítani a számára leghatékonyabb rendszert. Fontos tényező volt még a létesítményellátottsága egy országnak, valamint a sportolók támogatása és a jó minőségű, jól kvalifikált edzőknek a megléte. És mindjárt megyünk tovább. De ha lépsz nekem, az is teljesen megfelelő. Most? Nem? Addig folytatom, hogy nehogy kicsúszak az időből. A következő szlájdon az fog szerepelni, hogy mi milyen kutatásokat végeztünk a kutatóközpontban. Mi is végeztünk egy ilyen makroszintű elemzést, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar sportági sikerek mentén szétbontottuk az egyén és csapat sportágokat, és ott vizsgáltuk meg a különböző ilyen makrogazdasági tényezőknek a szerepét. És arra azt az eredményt kaptuk, hogy ugye azt vártuk, hogy a csapatsportágok szempontjából például egy gazdasági mutató, mint a GDP sokkal erősebb kapcsolatot fog mutatni. Ez azonban nem így történt, hanem hasonlóan erős kapcsolatot kaptunk, mint az egyéni sportágokban, és egyedül az úgynevezett host változó, ami azt jelenti, hogy egy ország rendezett az adott évben világesemény, tudjuk, hogy az egyéni sportágoknak nagyon jelentős hatást tapasztalunk ezen változó mentén. Ugyanakkor a csapatsportágak mentén ennek a változónak nem volt hatása. Amiről azonban ma szeretnék részletesebben beszélni, az a mezoszintű elemzés, ahol azt néztük meg, hogy a finanszírozás hatékonysága és az eredményesség között van-e kapcsolat. Ugye ez elhangzott Fábián úr előadásában,
megoldásában is, hogy azt gondolják, hogy jelen pillanatban itt még nem kell, hogy mutatkozzon kapcsolat. Mi azért kíváncsiak voltunk rá, hogy mutatható-e ki valamilyen kapcsolat, hiszen látható, hogy Magyarország nemzetközi szinten is nagyon komoly beruházásokat tesz az élsportra. Itt egy olyan diagramot láthatunk, ahol 2006-os referencia évhez viszonyítva néztük meg, hogy hogyan növekedett az egyes sportágakban a különböző támogatások nagysága. Látható, hogy a korcsolya sportágban volt a legjelentősebb növekedés. Még egyszer itt a 2006-os évhez képest néztük meg a források növekedését. Nem kell értelmezni, inkább az eredményét szeretném elmondani. Megpróbáltuk statisztikailag megvizsgálni, hogy a forrás allokáció és az eredményesség között milyen kapcsolat van, és azt kaptuk, hogy maga a sportágaknak eredményessége nem magyarázható a források változásával, valamint például a Heraklis programban résztvevő sportolóknak a számával. Ugyanakkor ha fordítottan vizsgáljuk, akkor maga a kormányzati támogatás nagysága már magyarázható az eredményes, a sportágak eredményességével, de azt gondolom, hogy ez elég egyértelmű, hiszen tudjuk, hogy a sportági finanszírozási forrásoknak egy része az eredményesség függvényében allokálódik a sportágakhoz. És itt látható ugyanez, hogy megnéztük, hogyha az input növekedett, akkor ugyanúgy a 2006-os évhez képest hogyan alakult a sportágak eredményessége. Látható, hogy a legsikeresebb sportág például a korcsolya volt, itt elsősorban a short track sikereknek köszönhetően, a másik pedig az úszás, aki képes volt növelni eredményességét a 2006-os évhez képest, ugyanakkor a többi sportágnak egy eléggé ilyen szempontból stabil és kevésbé növekvő tendenciát mutat az eredményessége szempontjából. Még röviden, ha van 2 percem, akkor szeretnék pár szót ejteni arról, hogy milyen tényezőket érdemes figyelembe venni annak érdekében, hogy ez a hatékonyság, amelyet a kutatások kimutattak, hogy a jövőben egyre inkább kulcs tényező lesz, ezt növelni tudjuk adott esetben, hiszen látható, itt ha megnézzük, Magyarország olimpiai eredményessége azért egy csökkenő pályát mutat, hogyha hosszú távon vizsgáljuk. Milyen veszélyek vannak? Erről már talán pár szó esett ma, de szeretném ezt kicsit kiemelni, hiszen a többi olimpiai ciklust vizsgálunk, sokkal jobban látszódnak a változások. Az egyik fontos változás, ami a magyar eredményességben született, vagy megtörtént, az az, hogy a sportágak száma, amelyben éremszerző sportolók, vagy érmet tudnak szerezni sportolóink, látható egy drasztikus visszaesés, ami a paralimpikonok szempontjából 43% volt, ha jól emlékszem, itt 19%. És ugyanígy egy veszélyes tendencia, pont itt ebből fakadóan, hogy Pekingben 5, majd pedig Rióban 4 sportágban sikerült mindössze a magyar érmet szerezni. Ez mindenképpen egy veszély, és mindenképpen arra hívja fel a figyelmünket, hogy valamilyen szintű változtatásra van szükség. Ami változtatást mi javaslunk, és azt gondoljuk, hogy a finanszírozási rendszerben keresendő, hogy a mai finanszírozási rendszer nem veszi figyelembe a sportágak különböző jellemzőit, ami az abból fakad, hogy a különböző sportágak különböző mennyiségű érmet képesek ugye termelni, hogyha csúnyán akarom magam kifejezni, és éppen ezért nem biztos, hogy a nyerhető érmek száma a legmegfelelőbb mutató arra, hogy a sportágakat összehasonlítjuk. Hiszen így úgy juttatunk sportágakat hátrányos helyzetbe, hogy igazából nem is adtuk meg az esélyt számukra, hogy elinduljanak úgymond ebben a versenyben. És a másik, amit azt gondoljuk, hogy mindenképp figyelembe kell venni, hiszen megint hatékonyságról lévén szó, hogy egy sportágban van olyan, ahol egy sportoló több érmet is szerezhet. Ugye ez legtöbb sportágban, vagy a sportágok többségében ez nem jellemző, de megint ha akár finanszírozó oldalra nézzük, lehet egy stratégiai döntés, hogy azokat a sportágokat támogatom, hiszen olcsó, ahol egy sportoló akár több érmet is szerezhet. Éppen ezért van erre egy jó mutató, az úgynevezett piaci részesedés, amely azt vizsgálja meg, relatív vizsgálja a teljesítményt, azaz, hogy az összmegszerezhetőből mennyi az, amit megszerzett egy adott sportág, így pontosan ezeket a sportági különbségeket tökéletesen megtisztítja. Látjuk is, hogy ennek függvényében hogy alakult át a 3 olimpiai ciklus sportági eredményessége. A vívás és az úszás az, amely ilyen szempontból képes volt növelni eredményességét, valamint látható, hogy ilyen szempontból pedig a kajakkenu a legeredményesebb sportágunk, hogyha a piaci részesedést vizsgáljuk. És még egy fontos kiemelni tendencia, erről is talán ma volt szó, de én adatokat is szeretnék hozzámutatni, hogy hogyan alakul a nő és a férfi sportolók eredményessége.
Látható a diagramon, hogy az elmúlt időszakban a női sportolók eredményessége egyre növekszik a férfiakival szemben, hogyha a férfi, hogyha az olimpiákat és a világbajnokságok eredményeit vesszük szempontul. Azt gondolom, hogy ezen is érdemes elgondolkodni, hogy emögött mik állhatnak és milyen tényezők miatt indult el ez a tendencia. Megint megállj, de azt hiszem lassan be is kell fejeznem. Még egy-két sportági jellemzést hoztam el, amit, hogyha bárki kíváncsi, nagyon szívesen megmutatom, hogy mi mit vizsgáltunk meg sportágak szintjén. Itt egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy azt láttuk a Fábián úr előadásában is, ami számunkra teljesen meglepő volt, hogy nagyon sok sportág nem feltétlenül reális képet festett és reálisan becsülte meg mind eredményességét, mint a kvalifikációs létszámot. Mi egyszerűen megint segítségül hívtuk a matematikát, és megnéztük, hogy ezek az eredmények, amelyeket sportolók hoznak az egyes világeseményeken, mennyire lejelezhetők előre. Milyen kapcsolat van a mondjuk egy világbajnokság vagy Európa bajnokságon elért helyezés és a következő olimpia között. És azt kaptuk, hogy a legtöbb egyéni sportágban nagyon komoly, szignifikáns kapcsolatot találunk, és legtöbb esetben az előző VB eredményei nagyon szépen előrejelzik az olimpia eredményeit. Ezért én azt gondolom, hogy nem olyan bonyolult és nem olyan lehetetlen egyébként a sportági előrejelzés, hogyha kicsit finomabb módszereket is alkalmazunk, és hogyha a trendeket vizsgáljuk, de nagyon fontosnak tartjuk a trendek vizsgálatát a sportágak szempontjából, hiszen sok esetben ezek előrejelezhetik azt, hogy kik azok az országok, akikre oda kell figyelnünk, kik lesznek a jövőben a versenytársaink, és egyáltalán, hogy merre tart a sportág, és hogy merre tart az egész, akár a hazánk eredményessége is ilyen szempontból. Három sportágat hoztam, megcsináltuk az összesre, lesz most akkor picit átugranám, és zárásképp csak azt szeretném összefoglalni, hogy mik azok a kutatási irányok, amikkel szeretnénk foglalkozni, és hogy mik azok a faktorok, amire azt gondoljuk, hogy figyelni kell. Tehát fontos a hatékonyság és a finanszírozás hatékonyságnak. Egyre nagyobb szerepe van az eredményességben, és egyre nagyobb kulcstényező lesz, mert nagyon sok ország nagyon komoly erőfeszítéseket tesz élsportjának fejlesztése érdekében. Emellett célunk kifejleszteni egy olyan indexet,